A dermesztő hideg mellett a hóval és az ónos esővel is meg kell küzdenünk az előrejelzések szerint, de hogy meddig tarthat ez az idő és mi várhat még ránk az ünnepekig, azt Németh Lajos mondja el nekünk, aki már ott áll Csehi András kollégánk mellett a visegrádi sípályán. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt kívánok, tényleg hideg van, de annyira nincs hideg, mint amennyire mondjuk Zabarban, ott mínusz 14 fok van, itt csak olyan mínusz 1-2. Mínusz 3 fok most a legfrissebb mérésünk, picit leállt a szél, mert ahogy jöttünk, lengedezett a szél, és ez rontotta a hőérzetünket, most mínusz 3 fok itt a hőmérséklet, és a Zabari térség, Széchenyi térség, ahol összefüggő hó van síkvidéken is, bizony ott kitett magáért mínusz 8, mínusz 13, 14 fokos hőmérsékletével, viszont vannak olyan helyek az országban, ahol felhős az ég, és ott plusz 2, plusz 3 fok a hőmérséklet, de azért az ország legnagyobb részén fagypont alatti hőmérséklet van, és csúszós utak. Csúszós utak és csúszós szánkópályák, és hát egy vallomással tartozom, Lajoskám, az a legfontosabb dolog, hogy én most érkeztem haza Ausztriából, ahol fantasztikus hó van, és hát mivel még be van pakolva a felszerelés, gondoltam, hogy hozok neked is valamit, hogy mit szeretnél választani, mert bukós isak van, mert az veszélyes, van szánkó, van snowboard. Egyértelmű a szánkó, most még a reggel így omorra a szánkó, és figyelj, ez veszélyes sport a szánkózás is. Bukó? Tegyünk sisakot, egyértelmű. Okay. És innentől kezdve, te, én már itt körülnéztem az előbb. Nem, ez nem a nagyobb. A fejemre, ez a jó, nem érdekes. De én ott már van egy mementóként egy olyan szánkó, ami már áldozatul esett ennek a pályának. Nem nehéz a pálya, de mindenféleképpen ezt a sisakot használni kell. De már kétszer felszaladtál, úgyhogy te nem fázol annyira. Nem, egyáltalán nem fázok. De képzeld el, hogy mekkora mázlink van így Mikulás előnapján, hogy vannak olyan területek az országban, ahol tényleg a Mikulás szánkóval érkezhet. Mi egy ilyen előmikulásos szánkós reggelt csinálunk itt veled. Itt ilyen 15 cm hótakaró található. Én, Lajos, de azt mesélted egyébként, hogy azért ez a hideg most már kezd egy kicsit tartós lenni. Tehát, hogy mire számíthatunk most, közeledik a hétközepe, de aztán jön a hétvége is. Hogy milyen időre lehet számítani egyébként? Frontok jönnek, mennek. Ez a mottója a következő napok időjárásának. Meleg és hideg frontok nagyon gyorsan váltják egymást, és ami a lényeg, hogy az elmúlt néhány napban azért igazi téli idő uralkodott, most viszont enyhébb levegő érkezik egészen péntekig. A hegyekben, a hegyeinkben, amelyek nem magasak, de mégis megmarad a hó, de esőre is lehet számítani már ma is, aztán holnap is, de aztán a hétvégén, különösen vasárnap újból erős északi széllel sarkvidéki eredetű levegő érkezik, tehát az annyit jelent, hogy marad a változékony időjárás, de inkább a téli arcát mutatja majd az idő, mint sem az őszit. Tél van, hideg van, a gyerekek örüljenek ennek, hogy végre hó van, és azt mondom, azt javaslom, hogy a téli időszakban erre a friss levegőre mindenféleképpen érdemes kijönni, családostul vagy egyénileg. A hó vastagság egyébként a magasabb hegyeinkben, tehát a 800 méter fölötti részeken még mindig 20-25, néhol még a 30 cm-t is eléri, és szánkózni bárhol lehet, ahol hó van, és sorra nyitnak a sípályáink is. Visegrád, Nagyvillám, ahol most mi vagyunk, már működik a sífelvonó, és ugyanígy jellemző ez Nagyhideghegyre, a Börzsönybe, illetve Bánkuton, és gőzerővel dolgoznak a mínuszos hőmérsékletekben a hóágyók, úgyhogy nem sokára megnyitnak majd azok a sípályák is, ahol egyenlőre csak műhóval pótolják azt a néhány centiméter havat, mint például a Bakonyban, ami eddig leesett. Te egyébként megnézted reggel a kis okostelefonodat, és rosszul lettél, az, hogy ez lehet, hogy ezt nem is fogom elmondani a nézőknek, így kezdted, mert hogy a nógrádi térségben nagyon kék volt minden, és itt, ahol mi vagyunk, még egy kicsit olyan sárgás, zöldes, nem tudom, tehát ilyen kellemesebb. Tehát, hogy ez jellemző az egész országra, hogy ennyire szétszakad, hogy ott nagyon hideg van, tehát a Nógrád megyében, és itt pedig, ahol mi vagyunk, Pest megye, vagy ettől délebbre pedig enyhebb az idő. Andis, ezt nevezik mikroklímának. Uh-huh. Tehát ott az északi hegyvidék térségében, a völgyekben, és ez a nógrádi Pest megye északi része, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a völgyekben, ahol összegyűlik a hideg levegő, és nem fúj a szél, és összefüggő hótakaró van, ott pontosan a hórétegnek a szigetelő hatása következtében nagyon erősen lehűl a levegő 2 méter magasságban, nem ritka a mínusz 10 fok. Aztán
onnan egy olyan 50-100 kilométerre, ahol lenged ez a szél, átkeveri a levegőt, ott jóval enyhébb, vagy legalábbis enyhébbnek tűnik a levegő, de ott pedig ennek az enyhébb levegőnek úgy van ára, hogy a szélben azért meglehetősen hidegnek érezzük. A mínusz 2 fokot mínusz 5, mínusz 6 foknak lehet érezni. Ja, nézd meg, mert ez, szerintem ez a sisak a nagyobb, ez a te sisakod, az az én sisakom. Mielőtt elkezdjük és akkor mi, igen, mi leszünk a kelet-német pop csapat? Nem tudom, megmutattuk-e az áldozatát ennek a szánkópályának, ami ott van. Itt valaki már kipróbálta a szánkópályát, és ez maradt belőle. Ugratókkal tűzdelt a dolog. Az az igazság, hogy nagyon csúszik ez, tehát ezért is javaslom, és nem csak dísznek tettük ezt föl, amikor ráülünk majd a szánkórán is mindenféleképpen be kell csatolni, mert egyébként semmit nem ér. Veszélyes üzem a sízés is, ezért én azt mondom, hogy nagyon-nagyon óvatosan tisztelni kell mind a havat, mind pedig a pályákat. Emlékszel a Bob csapatra, most akkor hagyjuk ezt a mementót, ugye visszarakjuk a helyére, hogy akkor várjál, azért úgy működik ez az egész, igen, hogy ugye hátul van az izgalmas ember, hátul van az erőember, igen, és amikor elindul, de tudod a hop-hop-hopot, hogy van valami csata kiáltás? Ilyen a tél. Hadd legyen! Hop-h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 op! Látod, ezért kell becsatolni, mert így nem ért volna semmit ez a dolog. Így van. Köszönjük szépen, legyenek óvatosak, hogyha elmennek síelni, ha elmennek szánkózni, és most már ne feledjék, Lajos megígérte, itt az igazi tél, úgyhogy hóban, fagyban lesz részünk bőven. Reméljük ez a hó kitart karácsonyig.